Íme a legfrissebb Kincses Kolozsvár kalendárium. Köszöntöm a nézőket úgy a kamerák, mint kamerák előtt, illetve a tévéképernyők előtt, mint itt a téren. És köszöntöm a vendégeinket, a Szabó Gyula főszerkesztőt, a Kriterion könyvkiadó igazgatóját, Nánó Csaba újságírót, Gál György helytörténészt és Lackó Áron műépítészt. Nos, íme megjelent már a legfrissebb Kincses Kolozsvár kiadvány, amely ugye minden évben megjelenik, és amely bizonyítéka annak, hogy ebben a városban még rengeteg felfedezni való van. Szabó Gyula főszerkesztő úrtól kérdezem mindenek előtt, hogy milyen igény hozta létre ezt a kalendáriumot? Ha én jól emlékszem, mert 10 év azért nagy idő, ez a 10. kalendáriumunk, és a legvastagabb is. Ha jól emlékszem, akkor a Kincses Kolozsvár Egyesület, illetőleg a Kolozsvári Magyar Napok szervező csapatának fejéből, közös fejéből pattant ki a gondolat, és kiderült, hogy nagyon jó ötlet volt, mint ahogy az idő igazolta azt az ötletüket is, ez később a 3. kalendáriumon vezettük be, hogy keresztéves kalendáriumot készítünk, vagyis augusztusban kezdődik, mindig a Kolozsvári Magyar Napokon mutatjuk be, és akkor júliusban végződik, de szintén így hónapokra bontva mennek a rovatok, részint a kalendárium, jeles napok, ez azért változik. Ha jól tudom, akkor egyébként régen is, akár a Kincses kalendárium is így keresztféléves szerkezettel jött létre, mert ugye a terjesztés az annyira lassú volt, hogy igazából a vidéki polgárok nagyon későn, valamikor júliusban kaphatták kézbe a kalendáriumot, és ezért volt akkor is augusztustól augusztusig, tehát még így is lehet kapcsolódni. Nekem az ötletgazdák a Kolozsvári Magyar Napokat emlegették fel, és igaz, én elfogadtam, mint tagja a csapatnak, hogy helyes az érvelés, és próbáljuk meg, miért nem. És senki még nem észrevételezte kritikailag, hogy nem januárral kezdődik az esztendő. És természetesen a Kolozsvári Magyar Napokról szóló beszámolóval indul ez a kötet, hiszen minden évben gyakorlatilag annyira meghatározó ez az esemény a magyarság életében, hogy annyi útravalót kapnak az itteni magyarok, hogy egy évre kitartson. Valahogy az az érzésem a beszámolókból mindig ez derül ki. Ez mindenképpen, de én szerintem van ennek itt messzebbre sugárzó jelentősége is. Én örömmel látom, hogy a Kolozsvári Magyar Napok után rendre indultak be a többi városok magyar napjai is. Temesváron már 2 is van, hogy úgy mondjam, ilyen rendezvénysor. Nagyenyeden van, tehát kisebb városokban is nagyon fontosnak érzem. És azt hiszem, hogy ez az évi összefoglaló nekik is szól. Bátorításul, biztatásul, hogy igenis dolgozni kell ezen, ki a maga ereje, maga lehetőségei szerint, de mindenképpen fontos események ezek, és nem csak az idegenforgalom számára. Azt nem tudom elképzelni, hogy hogyan tudja a szerkesztőket összeterelni, motiválni, bevonni ebbe a munkába. Most itt van 3 szerzőtársa, akik azt hiszem, hogy mindenek előtt lokálpatrióták. Jól gondolom? Nánó úr. Igen, ez tényleg így van, és számomra nagy öröm volt, amikor felkértek a szerkesztők, hogy járuljak hozzá néhány írással ehhez a kalendáriumhoz, hiszen gyakorlatilag itt éltem le az életemet, ebből nagy részét a tisztviselőtelepen, amiről én írok a kalendáriumból. Tehát nem hiszem, hogy Szabó úrnak sokat kell legyőzködni a közreműködőket. Gál György úrnak egyébként kisújjában van Kolozsvár, minden zegezugáról mindent tud, tehát kisújjában van Kolozsvár történelme, ha jól értettem, és az írásaiból egyértelműen ez derül ki. Milyen témákkal szeret foglalkozni? Igen, hát nekem nagy öröm volt, amikor először értesültem róla, hogy egy ilyen kalendárium fog készülni, és hát az első kötettől munkatársa is vagyok. Van egy állandó rovatom, ez a házsongárdi temetőről szól, évről évre kiválasztom azokat a halottakat, akiknek 25, 50,
más 25-tel szorozható évfordulójuk van, és azokat sorba pár szóban bemutatom, többnyire társul a sírjuknak a fényképe is a szöveghez. Emellett aztán kapok időnként felkéréseket, hogy írjak egy-egy olyan személyről, vagy olyan eseményről, ami éppen aktuális, vagy aminek az évfordulója van. Így például a jelen kalendáriumban Haller Károly polgármesterről írhattam, vagy egyik felmenőmről, Gyergyai Mihály ötvösmesterről, aki a 18. század elején élt. Tehát ezek az évfordulók kétségtelenül megünneplendők, és a kalendárium egy jó fórum ahhoz, hogy számon tartsa, hogy milyen évfordulók vannak, hogy mi történt az elmúlt évben, és mi várható a következő évben. Én azt is mondanám, hogy rendre évkönyvé nőtte ki magát a kalendárium, Kolozsvár város évkönyve jelenik meg évről évre, és ez így nagyon jó, mert csomó olyan esemény van a városban, amit 5-10 év múlva már nagyon nehéz időhöz kötni, nagyon nehéz meghatározni. Így, ha valaki előveszi ezt a kötetet, akkor rögtön tudja, hogy mikor történt, illetve a kötetek sorozatát. Úgyhogy rendre egy kis várostörténet kerekedik ki ezekből a kötetekből, különösen azzal, hogy sorra veszi a város negyedeit. És egyre újabb negyedeket fedez fel, még a kolozsváriak számára is. Ez a kötet ilyen módon például a tisztviselő telepet mutatja be, amelyről eddig, hát én is csak annyit tudtam, hogy hol van, és hogy van, és körülbelül mikor épültek a házai, de ebből a könyvből aztán most részletesen megtudtam a történetét, megtudtam a híres lakóinak nem csak a névsorát, hanem többnyire a rövid jellemzését, életrajzát is. Úgyhogy szerintem ez egy nagy hiányt pótol ez az évkönyv, ez a kalendárium, és remélem, hogy még sokáig ilyen színvonalon megjelenhetik. Egyébként Lacka Áronnal egy pár szót váltottunk a műsor előtt, és már elárulta, hogy nem Kolozsváron él. Ettől függetlenül gondolom nagyon ragaszkodik Kolozsvárhoz. Igen, mindenképpen. Nagyszüleimen keresztül van kötődésem Kolozsvárhoz, és nagyon sokat is voltam már itt, és szeretek is itt lenni. És a kincses kalendárium kapcsán is nagyon örültem annak, hogy volt ez a megkeresés, ez a rovat, ami az építészeti értékeket mutatja be, hogy hogyan alakulnak át. Ugyanis a legtöbb építészeti beavatkozás... Semmi gond, csak bezavart egy kicsit a technika. Bocsánat. Szóval, hogy a legtöbb építészeti átalakításnál nagyon fontos figyelembe vennünk azt, hogy mi a hely története, hogy hogy alakulnak, hogy egy-egy épülethez milyen történeti szálak kötődnek, és ezeket mind-mind figyelembe szoktuk meg kell venni. És nagyon örültem, hogy például ebben a cikkben, amit én írtam, rávilágíthattam arra, hogy a Farkas utcában milyen hogy milyen történetek vannak, amik befolyásolják ezt az átépítést, és hogy mennyi mindent figyelembe vettek a tervezők, Macali Karnold és csapata. Visszatérünk még mindennyik témára, viszont a lelkemre kötötte a szervező, hogy el ne felejtsünk megemlékezni egy nagyon-nagyon fontos személyről, mégpedig Jakab Mártáról, aki az önök kollégája volt sok éven keresztül, és sajnos ma már nem lehet velünk. Kezdeném talán onnan, hogy új rovataink is vannak ebben a kalendáriumban, és sajnos az egyiket az élet írta elő, hanem is az élet írta. Ikhozzá az In Memoriam nevet viselő rovatról van szó. Itt Kolozsvárnak azok olyan személyiségeiről emlékezünk meg, arra kényszerít az élet, akik a járványos időkben hagytak el minket. Mindegyikünk számunkra fontos munkát végzett, ki a maga területén, és hát mindegyiket én azt hiszem, hogy ameddig
itt élünk, ez a közösség itt működik, fiataljaink vannak, amik terveink vannak, ameddig építünk, ameddig helyreállítunk, addig ezekre az emberekre emlékeznünk kell. De az egyik szívünknek különösen kedves, vagy különösen nagy gyász az Jakab Márta, aki még ebben a 10. kalendáriumban is szerepet vállalt, olvasó szerkesztőként végigkísérte a munkákat. Mondhatnám, hogy szinte az egyetlen volt, vagy majdnem az egyetlen, aki átról cettig minden kötetet elolvasott, többször. És nyilván nagy szeretettel ápolgatta, gondozta a köteteket. Így azt hiszem, biztos vagyok benne, hogy legalábbis mi, akik a kalendárium körül bábáskodunk, létrejötte körül dolgozgatunk, sokáig fogjuk hiányolni a jelenlétét. Másik, hogy is mondjam, a következő, nyilván nem mindenkitől tudtunk elbúcsúzni, remélem, hogy a sor azért most már a covidos sor megáll, Szőcs Géza, akiről szeretném, hogyha egy kicsit bővebben tudnánk beszélni, elsősorban azért is, mert ugye tőle is búcsúzunk, de a rovataink közül a Költők Városa rovatot teljesen az ő verseinek szenteljük, hiszen valószínűleg, hogy a nagy közönség inkább közéleti szereplőként ismeri, de egy kitűnő költő Géza, és aként szinte minden során átsüt a Kolozsvár a város iránti szeretete, de hát nem csak ezért szeretjük őt, vagy nem csak ezért tiszteljük. Én azt mondanám, hogyha lehet, hogy akkor hallgassuk meg Karácsonyi Zsolt felvezetőjének néhány sorát a Költők Városa rovathoz. Ugye van egy rendkívül találó mondata Szőcs Gézáról, ezt szeretném, hogyha meghallgatnánk, és egy versét is. Így van, tehát a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjáról emlékezünk meg, mégpedig Vindis Andrea segítségével. Akkor megkérem, hogy jöjjön fel a színpadra. Karácsonyi Zsolt, Költők Városa rovat bevezetőiből idéz most nekünk Andrea. Talán kevesen kötődnek oly szorosan a hely géniuszához, ahogy Szőcs Géza kötődött Kolozsvárhoz, miközben a tér a sorok között és a sorok fölött lebegő tér mindegyre utazásokra adott alkalmat. A legbensőbb lelki terrénumoktól kezdve, a legtávolabbi földrajzi pontokig, mert Szőcs Géza, mint minden igaz költő, elsősorban utazó volt. Olyan utazó, aki folyamatosan az új, vagy a régóta be nem járt utakra, ösvényekre figyelmez, lehetséges sávokat mutat meg, ajánl fel a mindenkori olvasónak, sőt, előre látja azt is, hogy az eljövendő irodalmat kézügyben tartó emberi lények milyen utakat szeretnének bejárni, milyen versorokra kíváncsiak a jövőben, hogy a jövőből miként szeretnének visszatekinteni a múltra. Arra a múltra, a versbélire, ami éppen jelen valósága által tudja megidézni a jövendőt. Az alulírott által kiválasztott 12 vers egy lehetséges Szőcs Géza naptár 12 verse. Szerencsére számtalan változatot összeállíthat bárki, ám e válogatás reményeim szerint kellő erővel mutatja meg, hogy a mindenkori Szőcs Géza milyen intenzitással van jelen az időben, azon is túl, ahol éppen vonatról száll a vers le, medvéket lát a ködben. És most hallgassuk meg ennek a válogatásnak az első versét, Ló a világító udvaron, Szőcs Géza verse. Ló a világító udvaron, a kolozsvári testvéreknek. Lovamat eloltom, fölfénylik bennem a szívburokgyulladás. Átfordul álmában a szappan, zizeg a bor a virradatban. Óriás kondér, tele fűvel. A sárkányok kihaltak, a szentgyörgyök kivesztek. Rád szól benned a gyermek, verjél meg, apa, verj meg, ha megnövök.
Én szárnyat és karmokat növesztek, vására viszem majd a bőröm, én leszek a lóbőrrel házaló, én leszek Szent György és a sárkány, én leszek Szent György és a ló. Gyermek, te, hallod, vízi gyermek, holnapi hasonmásaid felnőnek benned, növekednek. A kondérokban megfő a fű, s a sárkány, és az ágynemű, s terveiden mind lassuló, mint sok-sok lassított golyó átjár a hó, a szú, a szó, némán és ismeretlenül válladra, vállaidra ül a hasonmás, a csíz, a csúz, meglátogat a tenger is, és visszahív, és visszahúz, hallgat a csíz, a csíz jó, megnősz, és vízitúsz leszel, vízi Szent György, és víziló. Köszönjük nagyon szépen, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Gál György helytörténész, amint már említettük, ugye hírt adott arról is, hogy milyen változások történtek, amióta beállt ez a fura járvány a házsongárdi temetőben. Mikor lehet látogatni, mikor nem, erről is hírt adott, és ugye rettentő érdekes az ő rovata, hiszen egyfajta számvevés, számszerűsítése is annak, hogy kinyugszik a házsongárdi temetőben. Említsen egy pár példát, kiről írt most ebben a kötetben. Igen. Hát a házsongárdi temető ugye 1585-től fogadja be Kolozsvár halottait, és körülbelül vagy 40-50 éve tudatosul bennünk, hogy ez egy érték, ez egy műemléki hely. Pont akkor, amikor egyre jobban pusztulnak a sírok, egyre több magyar sír tűnik el a temetőnek, főleg az útjai mentén. Tehát emiatt foglalkozni kell a temető megtartásával, a temető gondozásával, népszerűsítésével, ismertetésével. Én ezzel már 1989 előtt, jó néhány évvel, az 1970-es évek elejétől foglalkoztam, de hát ez csak úgy nagyon szűk körben történhetett, hanem az 1989-90-es változások után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogyha nem teszünk a temetőért, annak a magyar jellege rövid időn belül eltűnik, szétfoszlik, csak egy emlék marad, írott nyomai, fényképei, ha maradnak. Nagyon szerencsés ötlete volt Gerge Istváné, Tőkés Erzsébetnek, hogy létrehozza a házsongárd alapítványt, amely 1999-től apránként fejlődött azzá, ami napjainkban eleinte csak a sírok gondozását vállalta el, azután már a sírok helyreállítását is, jelenleg ott tart, hogy a legnagyobb kripták restaurálása folyik évek óta a temetőben. Akkor, amikor ezt a rovatot kaptam a Kincses-Kolozsvár kalendáriumban, akkor eleinte inkább csak az évfordulókra mutattam rá, és azoknak a személyeit emeltem ki, de rendre rájöttem, hogy ez tulajdonképpen ez a rovat a házsongárd alapítványnak is egy állandó beszámolójává kell, hogy váljék, úgyhogy mindig mielőtt összeállítom a fejezetet,
megbeszélem Gergely Erzsébettel, hogy mik a legújabb eseményei a Házsongárd Alapítványnak, amelynek a vezetőségében különben én is jelen vagyok ügyvezető elnökként, és ennek a megbeszélésnek az alapján legalább pár sorban ismertetem a temetői gondokat, az eddigi eredményeket, az újabb sírok restaurálását. Hát igen, most egy olyan év telt el, amikor jóformán alig lehetett valamit tenni a restaurálás terén, sőt, hónapokig a temető zárva volt Kolozsvárt, tehát csak azok léphettek be, azok közül is csak 8-an, akiknek halottját temették. Hát ilyen azt hiszem még a temető történetében nem fordult elő. Szerencsére ez az idő elmúlt, és már az idén tavasztól kezdve folynak a restaurálások, és megkezdődtek a temető látogatások is. Tanár úr, csak üssük fel a találomra a kalendáriumot, például azt, hogy december. Arra kérlek, csak a neveket olvast fel, hogy lássuk, hogy mennyire szerteágazó, mennyire, úgy is mondjam, színes ez a világ. Csak a neveket és a foglalkozásokat, hogy érzékeltessük. Igen. Hát itt van Egri Lajos, a mezőgazdasági egyetem tanára. A sírjában már mást is temettek, de még a régi köve a felirattal ott van. Kis Elek, unitárius püspök, akinek Vetro Artúr készítette egész alakos szobra, máig látható. Schilling Otto, a város egyik jeles ügyvédje, közjegyzője volt, a híres Schilling család egyik tagja. Fekete László, fényképész, egyike a város leghíresebb fényképészeti cégei, a Fotofilm alapítója. Sírján fényképezőgéppel az alakja is meg van örökítve. Sajnos a feleség szobrát megcsonkították, a fejét valamikor letörték, máig is hiányos a szobor. Aztán Béldi Ákos gróf, aki a gyönyörű Béldi kriptában nyugszik, Kolozsvárnak 17 évig volt a főispánja, tehát a századforduló minden nagyobb kolozsvári eseményén jelen volt, felszólalt, hozzájárult a város irányításához. Végül pedig Nagy Lajos egyetemi tanár, aki geológusként is neves személyiség, de egy ideig államtitkárként a kisebbségi iskolák ügyeit intézte, és a Bábesbolya Egyetem prorektori tisztségét is betöltötte. Köszönöm szépen, ezzel gondolom eléggé világosan jeleztük, hogy egyetlen egy hónap találomra kiválasztott hónap, és mennyire szerte vezet a város múltjába jeles személyiségei között. És még megtoldanám a házsongárdi évfordulókkal, mert hogy említette Gál úr, hogy nem csak ezekkel foglalkozik, de érdemes megemlíteni őket. Kovács János unitárius kollégiumi tanárnak volt évfordulója, mégpedig születési évfordulója, Ámon Otto hírlapírónak, Vámszer Géza rajztanárnak és grafikusnak, Karácsony Emi festőművész emlékírónak, Abrudbányai Sándor kereskedelmi akadémiai tanárnak, Schilling Lajos történésznek, Lókodi Sándor János zenetanárnak. Így van, tehát azt hiszem, hogy ez csak egy rovat, amiről most beszéltünk, rengeteg rovat van még, lépjünk is tovább a tisztviselő városba. Nánó Csaba ott is született, és mai napig ott él, viszont meg vagyok győződve róla, hogy az, ami régen volt a tisztviselőváros, az már csak nyomokban lehető fel. Nem, és éppen ez az érdekes a városnak ezen a részén. Tehát tisztviselőtelep elég pontosan behatárolható egy
négyszögbe, azon kívül rengeteget építettek, rengeteget bontottak, építettek. Például a Békás, ugye, amelyik egy csodálatos kiránduló hely volt még az én fiatalkoromban, az most egy blokknegyed. De nem mondhatom azt, hogy olyan mértékben megváltozott volna, hogy az ember ne ismerjen rá. Persze, hogy a lakosok kicserélődtek, megújultak a házak, megszépültek, de nem mondhatni azt, hogy tönkretették volna. Azt jelenti, hogy körülbelül ugyanaz a réteg, vagy ugyanolyan polgári jellegű. Igen, tehát megmaradt ez a polgári jellege. És ami nagyon érdekes, amit Gál úr is említett, hogy ilyen szempontból hiánypótló ez a kalendárium, mivel amikor mélyebben belástam magam a történetébe a tisztviselőtelepnek, annak ellenére, hogy én ott nőttem fel, s ott laktam és ott éltem, alig találtam adatot róla. Tehát ez nagyon furcsa, hogy ahol annyi híres ember élt, szinte semmiféle írott dokumentummal nincsenek a tisztviselőtelepnek, s az épülésének, a fejlődésének. Akkoriban, amikor gyerek volt, akkor még ledöngölt földút volt. Mi jut eszébe a gyerekkoráról? Hogyan elevenedhetne meg most? Hát a hatalmas szánkázások, a foci meccsek. Kint voltunk az utcán, és nem tudom, fél naponta ment el egy kocsi, most pedig hosszú sorok vannak az utcákon. Egy nagyon kellemes és csendes, nyugodt környék volt. Azt írja, hogy 3,5 évtized után idegen környezetben ébredtem, a jól ismert utcák, terek helyett ismeretlen helyeken jártam, de a lelkem mindig visszavágyott oda, ahol Marton Lili gépelte írásait egy tetőlakás teraszán, Kis Jenő költő vásárolt a szomszédüzletben, ahol annak lánya Dalma volt az üzletvezető, vagy Méhes György őszes feje bukkant fel rendszeresen a sorok mögül. Azt jelenti, hogy ezeket az embereket ismerte gyerekként még? Hát persze, gyerekként ismertem Marton Lili nénivel, aztán szinte kollégák lettünk, miután én újságíró lettem. Valóban volt néhány jellegzetes figurája ennek a környéknek, akit minden kisgyerek ismert, mindenki tudta, hogy kicsodáról van szó. És hát persze, hogy ennyi idő elteltével valahogy hiányoznak ezek az arcok. Miután én 20 év után, hál' Istennek, vissza tudtam költözni majdnem ugyanoda, szinte már nincs olyan volt szomszéd vagy barát, aki még mindig ott élne, vagy egyáltalán élne. Mi az, ami a legjobban hiányzik ma a tisztviselőtelepről? Talán az emberek. És miben különböznek? Lehet, hogy nem különböznek, csak én már nem ismerem őket, már nem köszönök rá minden szembejövőre, nem köszönnek rám ők, és talán ez hiányzik. Vannak még fiatalok? Persze, éppen... Felfigyeltem arra, hogy a mi gyerekkorunkban rengeteg kölyök volt, és mindnyájan ismertük egymást, együtt játszottunk, és elnéztem, hogy manapság is sok a fiatal. Tehát fiatal és gyerek. És akkor reméljük, hogy a régi jellegét meg is őrzik ennek a negyednek. Eddig úgy tűnik, hogy igen. Maradjon is így. És akkor lássunk egy újabb rovatot, Latka Áron rovatát, a város szépítő rovatot. Csak a szépségét fogjuk észrevenni a városnak ebből a rovatból, illetve arra fogja felhívni a figyelmet, hogy milyen műveletek vagy felújítások kezdődnek, vagy milyen jellegű lesz. Hát maga a rovat? Igen. Hát azt kell tudni róla, hogy a történet, vagy az építészeti kritika, amiről szól maga ez az egész, az tulajdonképpen, ahogy az elején is mondtam, azt szeretné bemutatni, hogy ezek az átépítések azért sokkal többről szólnak, mint egy aszfaltozás vagy burkolás.
És itt is elsőre, amikor elkezdtem foglalkozni magával a térrel, akkor úgy még nem igazán értettem, hogy mik is azok az apró részletek, meg finomságok benne, amik úgy igazán helyhez kötik ezt az átépítést. És amikor elkezdtem beleásni magam, és beszéltem az építészekkel is, Macali Karnoldal, akkor ő elmesélte nekem, hogy nagyon-nagyon réteges ennek a térnek a felépítése, nagyon sok történet kötődik hozzá, és ehhez mindre próbálnak valahogyan építészeti szempontok alapján reagálni. És hogyha csak egy-egy példát nézünk, hogyha most elsétálunk az utcán, akkor azt veszük észre, hogy az az atmoszféra, ami korábban volt, az kicsit megváltozott. Például nem ugyanazok a hanghatások vannak, egy kicsit más a tapintás érzet is, ugye nagyon sok az aszfalt, nem az a kőburkolat, nem az a finomság, ami korábban volt, és ennél az átépítésnél ezt mindig valahogy megpróbálják visszahozni. És azért is volt nagyon érdekes ezt látni, mert pont ezek azok a dolgok, a tapintás, az érzékelés, a hallás, ezek az ilyen apró dolgok, amikkel valahogyan vissza lehet reflektálni ezekre a történetekre, és magának a helynek a történetét valahogy így a hétköznapunk részévé tenni. Például a gótikus templom előtt, itt a református templom előtt szeretnének egy zöldebb teret elhelyezni, és az ember erre most csak annyit mondaná, hogy jó, akkor lehet, hogy ott lesz egy parkszerű, valami rendben, szép zöld, tetszik. De hogyha kicsit belássuk magunkat, akkor az a folyamat, ahogy végig sétálunk az utcán, az egy szűkülő folyamat, ahogy megérkezünk a templomhoz, az szépen elcsendesít. Tehát amikor megérkezünk magához a templomhoz, átsétálunk ezen a zöldön, a döngölt földön közben, halljuk ezt a finom apró ropogást, az valahogy úgy elcsendesíti az embert, és kicsit visszaadja azt a középkori hangulatát ennek az utcának, ami korábban volt. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen apró részlete van a tervnek, ami a múltat és ezt az örökséget valahogy megpróbálja visszaintegrálni magába a térbe, hogy ma használjuk. Hát azt gondolom, hogy Macali Arnold kezében nagyon jó helyen vannak ezek a tervek, hiszen ő ott született, ott nőtt fel, és hát gyakorlatilag minden szegletét ismeri ennek a térnek, ennek az utcának, és valószínűleg még hangulatában is kapunk, nem csak hangulatában, érzékelésben kapunk vissza nagyon sok mindent azokból az időkből, amikor ő gyerek volt, hanem talán ennél sokkal többet. Igen, igen. Mi az egyébként, amit Kolozsváron félteni kell? Van-e olyan épület, ingatlan, tér, ami viszont nem jó irányban változik, aminél érdemes odafigyelni, hogy ne veszítse a régi jellegét? Hát igazából minden épületnek, minden térnek megvan a maga története, ezért az, hogy amikor elkezdünk ezzel foglalkozni, nagyon alapvető dolog kell legyen, hogy elkezdünk ezzel mélyen belássuk magát ezeknek a történetébe. Alapvetően szerintem minden épület, minden tér lehet egy ilyen tényező, tehát nem lehet nagyon általánosítani. Fontos, hogy ismerje az ember a múltját, és csak akkor tud igazán értékesen hozzányúlni. Nagyon szépen köszönöm. Fazakas Botond egyébként a kiadvány műszaki szerkesztője 10 éve dolgozik a könyvön, a könyv arculatán. Ő most nem lehet velünk, viszont kollégái megkeresték Székelyudvarhelyen, mert most ott tartózkodik, és készítettek vele egy bejátszót, ezt most tekintsük meg. A kalendáriumot az első kiadásától kezdve 10 éve én tördelem. Megkapom a szerkesztőktől az előre szerkesztett, olvasó szerkesztett szövegeket, a nyers képeket, kalendáriumot, tehát mindenféle anyagot ömlesztve. Ezeket pedig az előre meghatározott stílusba fel kell tölteni. Ezt a stílust, a laptervet úgy hívjuk, ezt a grafikus kollégámmal Könce Jelenére szoktuk előkészíteni. És akkor én betördelem a szöveget, elhelyezem a képeket, szükséges a képeket kidolgozom, retusálom. Tehát vesszük ezt a régi fényképet, ugye valószínű üveglemezre került, az karcolódik, megjelennek rajta ilyen koszok, ezt persze szkennelés előtt az ember letakarítja, de csak maradnak. És akkor el kell dönteni, hogy mi az, amit megtartunk, mi az, amit nem. Tehát egyszerű retusálással lehet például ezeket letakargatni, ezeket a kis pöttyöket, és akkor így ki lehet valamennyire takarítani egy képet. Nem is kell tökéletes legyen, mert akkor kicsit kilóg a lóláb, hogy ez a portréknál nagyon fontos, vagy nagyon érzékeny, ugye ott az arcokat, hogyha valami letakarja azt, vagy valami belerondít, azt illik kiretusálni. Most egy ilyen kötet összesen olyan 50-60 munkaóra így az én részem, tehát a nyomdai előkészítés, ebben a borító tervezés nincs benne, az egy külön fázis.
Vannak ilyen könnyebb műfajok, például kirándulás, vagy régebb volt kertbarát rovat, vagy madárbarát rovat, gasztronómia, újabban rejtvény, gyermekoldal, tehát mindegyik más, mindegyik másképp szép, és mindegyiknek más kihívásai vannak. És nagyban megkönnyíti a munkát, hogy egy jó csapat áll, nem azt mondom, hogy mögöttem, hanem a rendelkezésemre, tehát hogyha képfeldolgozás van, hogyha grafikai megoldásra van szükség, ha korrektúra, ha szerkesztés, mindenki nagyon komolyan profinál hozzá, és mindig van, akit bevonni, hogyha szükség van segítségre. Folytatjuk a beszélgetést a Kincses kalendárium, a Kincses Kolozsvár kalendáriumról, és azt el kell mondanom, hogy időközben nagyon-nagyon sok szerzője a kalendáriumnak megérkezett ide, és a nézők között foglalt helyet, mert sajnos itt még már csak ennyi szék volt szabadon. A kollégáim biztosan meg is fogják tudni mutatni őket. Én pedig köszöntöm az újabb vendégeinket, Murádin János Lukács Józsefet, Murádin János Kristófot, illetve Fodor Jánost, és most rögtön mondom is a foglalkozásokat, mert hogy itt még csak most mutatkoztunk be, és ezért egy kicsit elmaradtam. Szóval Murádin János Kristóf gulákutatóként tartja számon legalábbis a szakma, de egyébként ebben a lapszámban a 100 évvel ezelőtt megalakult Kisantantnak nevezett csehszlovák, jugoszláv, román államszövetségről ír. Meséljen egy kicsit arról, hogy mi a téma. Igen, köszönöm. Örömmel mesélnék róla, hiszen elgondolkodtam én, amikor felkérést kaptam Szabó Lillától, ahogy ez minden évben lenni szokott, hogy érkezik egy telefonhívás, hogy na, lesz a Kincses Kolozsvár kalendáriuma, ezek lennének a témák, amikben történész kollégákat keresünk, mit vállalnál el? És akkor többek között ez is előjött, a Kisantant kérdése, amiről magam is tanítok egyetemen diákoknak, és hát igazából rögtön erre esett a választásom, mert a felajánlott témák közül ez volt az, ami mondjuk nem olyan kedves a magyarság számára. És az az igazság, hogy rájöttem arra, hogy az ember bár szeret a történelemhez úgy hozzányúlni, hogy olyan témákat válasszon ki magának, ami szívéhez közel áll, például ugye magyarsággal kapcsolatos, magyarság történetével kapcsolatos témákat. Én magam is ugye ilyenekkel foglalkozom most már évek, majdnem, hát igen, évtizedek óta, azt lehet mondani. És ez valahol egyoldalúságot jelent. Tehát, hogyha csak az ember beáll egy sávra, és akkor nem látja azt, hogy az éremnek vannak másik oldalai is, amit meg kell világítani, akkor a történelmet egyfajta idealizált múltként, egyfajta megszépült múltként, boldog békeidőként, bezeg a régi szép időként látja, és akkor valahol eltorzul valami. És akkor ugye az is eszembe jutott, hogy amikor például erről tanítok az egyetemen, a Szapiencián, hogy Kisantant, és hogy ez mit jelentett a magyarság számára, hogy ez egy tulajdonképpen egy bilincs volt, egy bezárási kísérlet, amit ugye elsősorban a csehszlovák állam kezdeményezett, Edvard Beneš külügyminiszter, majd államelnök kezdeményezésre jön ugye létre. Ez nekünk egy folytogató, szorító, lenyomó bilincs, egy rossz múltbéli eseménysor, tapasztalat, amit viszont nem kellőképpen ismerünk. És a diákok kérdéseiből is mindig ez jött elő, hogy hát akkor ezt most hogy kell értelmezni, vagy mi van ezzel? Vagy főleg a mai világban, például ilyen kérdéseket hallottam, és ezért is fókuszáltam erre a kalendáriumban, hogy hát akkor most miért nincs Kisantant, hogyha már véget ért a Szovjetunió uralma, véget ért a kommunista rendszer Kelet-Európában, miért nem alakult meg újra a Kisantant? És akkor rájöttem arra, hogy erről is írni kell. És rájöttem arra, hogy ezzel is foglalkozni kell. Akkor is, hogyha nem egy szívünk ügye. De tudnunk kell, látnunk kell az érem másik oldalát. Mert akkor lehet látni igazán a történelmet a maga szürkeségében, most ezt pozitív értelemben mondom, tehát, hogy nem fehér-fekete, hanem szürke, vannak árnyalatok. Na most, ami a Kisantantot illeti, nekem az a másik kiinduló pont az volt, hogy én abban az iskolában végeztem itt az első 1-8 osztályt Kolozsváron, ami ma ugye Nikolai Titulescu nevét viseli. Annak idején az egyes számú általános iskola volt a Györsfalvi negyedben, a fiaim is oda járnak mind a ketten, és hát ez egy vegyes tannyelvű iskola magyar csoportokkal, magyar osztályokkal.
És hát én lepődtem meg a leginkább, amikor pár évvel ezelőtt azt láttam, hogy most Nicolae Tituleszkuról nevezték el, aki ugye a román külügyminiszter volt a 20-as évek végén, a 30-as évek elején 2010-ben is, és aki a kisantantnak volt az egyik fő exponense, mondjam úgy, az egyik nem feltétlenül kezdeményező, inkább fenntartója. És hogy hát neki mi köze Kolozsvárhoz, hogy mi köze a Györgyfalvi negyedhez? És hogyha nem csak az iskolát nézzük, hanem azt, hogy a régi Pata utca is tulajdonképpen az ő nevét viseli, ami a Györgyfalvi negyednek a fő útja, útvonala, akkor ugye eszembe jutott az a dolog, hogy a kisantant a románság számára is valahogy nincs a helyén kezelve. És valahogy nem úgy látják, ahogy kéne. Nagyon érdekes, ha megnézzük a mai helyzetet, és akkor itt a diákaimnak is mindig erre próbáltam választ adni, így, hogy miért nem alakult újra a kisantant. Ugye Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia szövetsége volt Magyarország ellen elsősorban, de burkoltan a bolgár revizionizmus ellen is. És hát ugye a trianoni szerződés meg az első világháború után tulajdonképpen olyan körülmények voltak, hogy ez a három ország együtt tudott működni. Csehszlovák kezdeményezésre, de együtt tudott működni. Ma ez nem így van. Ma ez nem így van, és a kisantantot másképp ítélik meg. Csehszlovákia eltűnt, Csehországban Szlovákia van, ők számukra a kisantant egy, hát nem túl jó múlt. Nem túl jó múlt, mert egy bezárkózás, egy ellenségeskedés, és szembe megy, ugye, a kisantantnak a története, szembe megy a mai V4-ek robbanásszerű fejlődésével, amiről az utóbbi években mindannyian tapasztaltuk. Tehát, hogy ma már Csehszlovákia vagy Csehország számára ugye a kisantant nem egy olyan dolog, amire szívesen emlékeznek. Jugoszlávia kiesett a buliból, mert ő ugye szétesett a 80-as évek, 90-es évek elején, és hát azok az országok ma már rég nem a jugoszláv múltat keresik, ugye, amiket ott találunk. Románia számára viszont egy egészen más történet. Összekapcsolódott a tavaly, ha már a centenáriumoknál vagyunk, ugye, meg évfordulóknál, hogy hát a tavaly ünnepelt 100 éves egy nagy egyesülés történetével beleinkadrálódott abba a mítoszba, hogy ugye hát ez Romániának a felfele ívelésének az egyik eleme, és hogy a kisantanttal vált Románia a nemzetközi szervezeteknek, vagy a nemzetközi kapcsolatoknak az aktív szereplőjévé. És egy kicsit úgy emlékszünk rá, minthogyha ez egy olyan nagyon nagy dobbanás vagy robbanás lett volna Románia számára, holott ő volt a leggyengébb láncszem a szövetségi rendszerben. És mégis nálunk emlékeznek erre a szövetségi rendszerre. És ebből csinálnak Nicolae Titulescu utcát, és Nicolae Titulescu iskolát, és a kisantantot egybekötik ugye a nagy egyesülés történetével, és megszépítik, és megidealizálják, és közben az egyáltalán nem olyan volt, mint amilyenre ugye gondoljuk. Na most ezért gondoltam, hogy erről írni kell, ezért gondoltam azt, hogy egy kicsit foglaljuk össze, nézzük meg magyar szemmel is, de nem csak magyar szemmel, hogy akkor itt miről is beszélünk. Mert ugye ez 20 év, vagy majdnem 20 év története, és nem is tudjuk elképzelni, hogy mennyire meghatározza a mai sorsunkat. És hogy tulajdonképpen Magyarországnak, meg a magyarságnak a Közép-Európába való bezárását, bebilincselését ellátó kisantant mennyire megváltoztatta a magyarság viszonyát a szomszédokkal. És nem csak a románságra gondolok. Tehát ez egy nagyon érdekes történet. Ugye egy menet közben is ugye az ember, amikor egy ilyen felkérés kap, hogy bele is éli magát, de hát ugye szűkek a keretek, meg volt adva, hogy mennyit lehetett írni. Szívesen írtam volna kétszer annyit is erről, de talán legközelebb. Talán lesz ebből még egész estés beszélgetés is, mert biztos, hogy nagyon érdekes és izgalmas ez a téma. De lépjünk tovább. Ugye évfordulóhoz érkezett Kolozsvár első magyar nyelvű egyeteme, 150 évvel ezelőtt jött létre, és erről Lukács József írt a Kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetemről, a Bolyai Egyetem elődjéről, és ha jól értettem, akkor valami 350 évi előkészítették tulajdonképpen az egyetem létrejöttét. Igen, köszönöm a felvezetést. Jövő évben fogjuk ünnepelni a Kolozsvári Magyar Egyetem megalapításának 150. évfordulóját. Ezzel kapcsolatban, ez alkalommal írtam felkérésre ezt az írást, amit most ebben a gyönyörű kötetben közöltek. Tehát jövő ősszel lesznek az ünnepségek. Amit említeni tetszett, azt a
több évszázados felkészülést, azt úgy kell értelmezni, hogy tulajdonképpen már az 1500-as évek eleje óta Erdélyben sorozatban voltak az egyetem, illetve főiskola alapítási kísérletek. Egyes ilyen jellegű főiskolát létre is tudtak hozni Erdélybe, gondoljunk például az 1581-ben megalakult Jezsuita Akadémiára, amelyik 1885-től kezdve már elkezdte a felsőoktatást, ez azonban nem volt hosszú életű. Az 1700-as évek 18. században Erdélyben megalakult egy egyetem, ez viselte is az egyetem címet, egyetemi akadémiai rangú titulusokat is adományozott, tehát magiszteri, doktori címeket is adományozott, de ez sem volt hosszú életű. A 19. században Erdélyben létezett felsőoktatás, létezett a jogakadémia, létezett az orvossebészeti intézet, ezek felsőoktatási intézmények voltak, de nem voltak egyetemek. Végül is 1872 őszén alakult meg, lett megalapítva pontosabban az Erdélyi Magyar Tudományegyetem, amelyik mintegy 10 évvel később az 1880-as évek elejétől kezdve viselhette a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem címet. Ennek a fontosságát emeltem ki. Erdély történetében ugye egy nagyon fontos esemény a kiegyezés. Erdély akkor egyesült Magyarországgal. Kolozsvár pedig akkor veszítette el a fővárosi státusát, főváros címét. És nagyon egyszerű lenne úgy magyarázni, hogy ugye akkor, amikor Kolozsvár elveszítette a fővárosi címet, akkor hát valamiképpen kárpótlásképpen megkapta az egyetemi város címet. Ez túl egyszerű magyarázat lenne, azt emeltem ki. Erdélynek, Kolozsvárnak nagyon nagy szüksége volt egy tudományegyetemre. Úgy a Magyar Királyság, mint az egész monarchia egyik legelmaradottabb vidéke volt. Gondoljunk arra, hogy Erdélybe abban az időben, tehát az 1800-as évek derekán, 1870 körül egész régiók, megyényi területek voltak olyan állapotban, hogy a lakosságnak 80%-a analfabéta volt, hogy nem tudom, több mint 10-valahány ezer emberre jutott egy orvos. Erdélyben voltak iskolák, hatalmas hagyománya van az oktatásnak. De az az iskolarendszer, ami akkor létezett, az már nem volt elég. Jogászokat, lelkészeket, papokat képeztek Erdélyben. Megvoltak a jogi akadémiák, megvoltak a teológiák, a különböző felekezetek jogi akadémiái. De hogyha felvetődött az a kérdés, hogy más szakembereket, biológusokat, kémikusokat, vagy akár bányamérnököket hol képeznek, akkor ezeket csak külföldön lehetett képezni. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, amikor megalapították, akkor ott alakították meg, ahol a legnagyobb szükség volt rá. Ugye akkor Kolozsvár vetélkedett Pozsonnyal. Végül is úgy, ugye, mint lokálpatrióták, elmondhatjuk azt, hogy ugye a második magyar egyetemet azt Kolozsvár nyerte ebbe a vetélkedésbe, ugye a másik magyar fővárossal, Pozsonnyal szembe. Gondoljunk arra, hogy nagyon hosszú ideig Pozsonyba volt a magyar főváros, ameddig Magyarország nagy része török hódoltság terület volt. Az Erdélyi Tudományegyetem a szakembereket képezett, pedagógusokat, tanárokat képezett az erdélyi iskolák, középiskolák számára. A diákok legnagyobb része erdélyi származású volt, tehát elsősorban Erdély számára képezett szakembereket. Na most az írásom végén egy árnyoldalát is kiemeltem ennek az egyetemnek. A Ferenc József Tudományegyetem magyar nyelvű tudományegyetem volt, ez azt jelentette, hogy mindent magyarul tanítottak, mindent magyarul lehetett tanulni benne. Az egyetem megalapítása előtt, tehát 1872 előtt, itt Kolozsváron is neves személyiségek, például Brassai Sámuel, tárgyalták annak a lehetőségét, hogy a kolozsvári, az erdélyi egyetem az... Csak egy repülőt várunk meg, amíg elmegy.
bezavar a hangba, nem hallják a... Bezavar. Tehát, hogy a kolozsvári, az Erdélyi Egyetemet úgy alakítsák, és úgy szervezzék, hogy abba minden olyan tantárgyat, amelyből államvizsgázni kell, vagy lehet, azokat a tantárgyakat tanítsák román nyelven is, és, magyar, és németül is. Ez nem volt lehetséges, elsősorban azért, mert az akkori magyar tanügyi törvény ezt nem tette lehetővé. Az akkori tanügyi törvény Magyarországon lehetőséget adott a nemzetiségeknek, hogy nemzeti nyelvükön tanuljanak középiskoláig, vagy a középiskolát beleszámítva. A felsőfokú oktatás az csak magyar nyelven zajlott. Úgyhogy a Ferenc József Tudományegyetemen is például a román nyelv és irodalom órák, illetve a német nyelv és irodalom órák is magyarul voltak megtartva. És nagyon keserű szájízzel állapítottam meg, hogy a Ferenc József Tudományegyetem megteremtette azt a modellt, amelyet tulajdonképpen egy az egyben átvett az 1919 utáni román hatalom is, akkor, amikor Kolozsváron megalakította a román tannyelvű egyetemet a Ferenc József Tudományegyetem épületeiben, laboratóriumaiban, tantermeiben. Csak akkor már megváltozott a helyzet, akkor már a román nyelvet tették egyeduralkodóvá, és más nyelveken nem lehetett tanulni, illetve, tehát ugye, mert nagyon sok francia nyelvű tanár volt például a Ferdinánd Király Egyetemen, a román tannyelvű egyetemen, de magyarul az semmiféleképpen nem lehetett tanulni. Nagyon szépen köszönjük. Lépjünk is tovább Lukács József történészhez, a kolozsvári magyar királyi, Fodor Jánoshoz, elnézést, Fodor Jánoshoz, a 80-as évekbeli kolozsvári ellenálló szerveződésekről írt. Hát ezt az időszakot nagyon sokan meg is éltük, ugye ilyen értelemben van tapasztalatunk, de nem sokat tudunk az akkori ellenállásokról. Igen, ez nagyjából egy olyan téma, ami a, mondjuk a, az én a munkáimat illeti az előző évekhez képest nem valamilyen évfordulóhoz kapcsolódik, tehát nem egy centenárium vagy egy, tudom én, impériumváltás, aminek évfordulója lehetett volna, viszont azt gondoltam, hogy az előző időszaknak a munkáit, legalábbis ami engem illet, összegezve, leírom néhány olyan tapasztalatomat, amely ugye az ellenállás, vagy a disszidens, vagy az, ami ehhez kapcsolódó a fogalmak tisztázásához hozzájárulhat, hiszen amint említve volt, ugye annak ellenére, hogy mondjuk nagyon sokan átélhették ezt az időszakot, és mondjuk részesei, vagy éppen aktorai ennek az ellenállásnak, vagy ennek a formának, mégis érdemes egy picit arra is gondolni, hogy ez egy, nem egy szűk kör, amit le lehet ugye történelemkönyvek oldalain behatárolni, hanem bizony tágítani lehet ilyen értelemben a perspektívát. Csak akkor elmondom, hogy mire gondoltam ezáltal. Tehát ugye a disszidens maga, ennek számtalan meghatározása van, általában arra kell, arra szoktak gondolni a disszidens szó, vagy az ellenálló szó alatt, aki az adott állami ideológiai rendszerrel szemben gondolkodik, kritikákat fogalmaz meg, nem fogadja el annak erkölcsi normáit, és így tovább, és ezt teszi a családi vagy szűkebb baráti körön kívüli nyilvánosságban. Na most azt ugye tudni kell, hogy az államszocializmus Romániájában szervezett ellenállásra úgy igazából a rendszer mi voltából fakadóan nem igazán volt lehetőség. Tehát, hogy azok a megmozdulások, amelyeket úgy nagyjából ismerünk a jellegükből fakadóan, főleg szociális vagy egyéb jellegű kívánságokat, tehát hogy nem a rendszert kívánták éppenséggel megdönteni, de mindettől függetlenül nagyon sokan gondolkodtak úgy, hogy nem azonosították magukat a rendszerrel. És akkor én inkább ilyen halmazszerűen próbáltam megragadni ennek a lényegét, hogy ugye az is nyilvánvalóan az elszenvedő alanyok azok, akik első körben megemlíthetőek, tehát akiket kínoztak, vagy éppen megöltek a titkos szolgálatok
sötét pincéibe, de ezen túl akár bele lehetett születni ebben a minőségben, hogyha az ember éppen kulák vagy egyházi tisztséget viselt, vagy értelmiségi volt, ne adj Isten kisebbségi. Illetve, és Ki András például és családja. Így van. Illetve vannak nehezebben megfogható kategóriák, amelyekről nagyon kevés szó esik a hivatalos történetírásba. Tehát olyan nonkonformista csoportok, mit tudom én, rock együttesek, vagy éppensége művészeti csoportosulások, akiknek nem volt politikai programjuk, azt illetően, hogy az általuk vagy rájuk ragasztott tiltakozás az ugye hogyan zajlódjon. És a kolozsvári példákat szerettem volna az írásban megjeleníteni, részben megemlítve, vagy kiemelve néhány ismertebb, beazonosítható jellegű ellenállási csoportot és formát, és hát igazából azoknak is egyfajta tiszteletadás, akikről nem tudunk, vagy akik neveit a történelemkönyvek nem tudják megőrizni. Nagyon szépen köszönjük, és térjünk vissza akkor, akár csak a műsor elején ugye Szőcs Gézára emlékeztünk, most ismét tartsunk egy versszünetet, Vindis Andrea tolmácsolásában hallgatunk meg két verset. Poprád Podolinnál. Elmúlt varázslat zálogát a tűzbe dobni szánom. Lénau, száraz levél. Ki múlt varázslat zálogát a tűzbe dobni szánod, szíved és lovad útra kész, és útra kész a szánod. Megrázza szép fejét a ló, szép fejét föl lehánya. Emlékeidnek limloma, fölrakva már a szánra, habár a múlt emlékeit a sors nem erre szánja. Ki télen-nyáron útra kész, ki folyton folyvást útra kélsz, kit egyre újabb asszonyok és újabb szerelmek várnak. Hallod-e, Szimbád? Hallod-e, a lovak rukkapálnak? És ezt a tenger limlomot, lepréselt sárga liliomot, ezt miért viszed magaddal? Miért kutatja a múlt időt oly gonddal, annyi angyal? Mit mondasz erre, medve Szimbád? Míg vágyod ezt vagy azt a nimfát? Ki új varázslatokra várt, miért is vinné el ma már abból a régi pakliból a pikleányt s a körkirályt? Miért vinnéd el a zöld medált, s a hajfürtöt, s a keszkenőt, ha vágyod azt vagy ezt a nőt, a körkirályt, a keszkenőt? Vagy azt a hajdanában, a téli kert havában, a rózsák közt elejtett, s azóta ott felejtett cipőt, mely annyi bálban és annyi táncot lejtett. Akkor volt ez, mikor a téli kertben, a kitárt ablakon át behult a hó, de hogy a démon apjának szíve hol van eltemetve, ez az, mi semmiképp sem volt tudható. Viszi a szán a lelkedet, és tükreid is elviszi, és árnyaid, és szörnyeid, és elveszített gyermeked. A múlt idő majd megtalál. A múlt időt majd megleled, lüktető szívét, hó alól parázsló csipkebokrát. Zöld színű vadvizét viszi a jég alatt a poprád. Temetés Szentgyörgyön. 1991. július 19-e. Bász Imre temetése. Postafiók az ember, levél benne a lélek. Nóta szót hallasz, zajlik a föld alatti élet. Zavarban van a látás, míg el nem jut a másik,
a belső szemfenékről leváló látomásig. Hátrálva mész előre, és így jutsz el a hídig, ahol a szem lezárul, s a boríték kinyílik. Mikor átlép az ember a föld alatti térbe, beleolvas az Isten a fölnyíló levélbe. Oly furcsa lény az ember. Míg haláltáncát lejti, életét, mint egy táskát, lejti, elfelejti. Fekszik a test a sírban, de míg a lelket lopják, lovára ül az asztrál, elkezdve új galopját. Nagyon szépen köszönjük Vindis Andreának a verseket, és köszönöm a szerzőknek is, hogy itt lehettek velünk, és megosztották velünk a gondolataikat, illetve azokat az izgalmas témákat, amelyeket megtalálunk ebben a könyvben. Keressék tehát a Kincses Kolozsvár kalendárium 2021-2022-es kiadványát, és lapozzák, mert érdemes. Thank you.